Isten vezetését kértük, és arról énekeltünk, és most visszatérünk egy kicsit a bölcseknek az útjához, és az ő vezetésükhöz. Máté evangéliumánál nyissuk ki Bibliánkat. Máté evangéliuma második részéből, a 9. verstől kezdve fogom olvasni Isten igéjét. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Máté evangéliuma második rész, 9. verstől kezdve a 23. versig olvasom Isten igéjét. És Opolszki György testvért kérem meg, hogy imádkozzon az ige olvasás után az ige hirdetés áldásáért. Így hangzik Isten igéje. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten előttük, ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Miután elmentek, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: Egyiptomból hívtam el fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben, és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, ahhoz az időhöz mérten, melyet a bölcsektől megtudott. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált: hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Heródes halála után íme az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek Egyiptomban, és ezt mondta: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Archelaos uralkodik apja Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea vidékére ment, és amikor odaért, egy Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak, Názáretinek fogják őt nevezni. Imádkozzunk! Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Énekben énekeltük, hogy vezess minket, ó nagy Isten. Ebben az ige szakaszban sokféle vezetést látunk, sokféle vezetést találhatunk, hogy Isten hogyan vezetett embereket, hogyan vezette tulajdonképpen az ő fiát és annak a családját, hogy biztonságban legyenek, hogy megmeneküljenek. Nagyon különleges az, ahogy Máté az ő evangéliumában beszámol ezekről a különféle vezetésekről. Most a következő néhány hónapban Máté
evangéliumát olvassuk a vezérfonal szerint, és az igehirdetések is erről lesznek. Ezeket a szakaszokat nézzük majd végig, hogy kicsit jobban megérthessük Máté evangéliumát, ami azért különleges, azért kicsit más, mint a többi evangélium, mert ezt egy nagyon zsidó gondolkodási háttérből írta meg Máté, és nagyon sok utalás van ószövetségi igékre, ószövetségi proféciákra is. Ugye ebben a szakaszban is, amit most felolvastunk, 4 proféciát említ szó szerint, amiknek a beteljesedését Jézus Krisztus származásával kapcsolatban tulajdonképpen mondja Máté, és ezek a beteljesedések, ezek nagyon sokat segítettek a korabeli zsidó embereknek, ugye, akik felé először hirdettetett az evangélium, hogy fölismerjék, hogy ez valóban nem csak egy történet, hanem rögtön együtt tudtak érezni ezekkel a kijelentésekkel, és ezért írja le Máté ezeket az idézeteket, amit nekünk, újszövetségi embereknek már kevéssé jelentenek sokat. Majd meg fogjuk nézni őket, sokszor kicsit erőltetetnek is tűnnek. És nem értjük azt, hogy ez az egy-egy mondat, vagy néha egy-egy fél mondat, miért igazolja azt, ami oda le van írva az evangéliumban. Miért igazolja azt, hogy az Isten fiának Egyiptomból kellett eljönnie, miért igazolja azt, hogy őnek Názáretinek kellett lennie, miért igazolja azt, hogy neki Betlehembe kellett megszületni, és ugye ezek, amik ebben a szakaszban előfordulnak, de tulajdonképpen ezek azért irattak meg, hogy egy bizonyíték legyen arra, hogyha valakiben bármiféle kétség fölmerül, hogy Jézus Krisztus az, akit évszázadok óta az Isten megígért, hogy eljön, és hogy ő a Messiás, és hogy ő Isten fia, akkor ezeket a kétségeket eltüntesse. Nekünk, újszövetségi, újjászületett hívő embereknek nem ezek a mondatok a bizonyító erejűek. Sokkal inkább a Szentlélek segítsége, a Szentlélek magyarázata. De szeretném, hogyha egy kicsit megnéznénk ezeket közelebbről, megértenénk ezeket a proféciákat és utalásokat, azért, hogy megértsük, hogy Isten hogyan vezet embereket, hogyan vezeti emberek gondolkodását, és hogyan lehet ránk ma is hatással a Szentlélek. Mert ezekből a szakaszokból tulajdonképpen ez világosan látszik, hogy Isten bennünket ma is vezetni akar. A mi gondolatunkat, a mi szándékainkat, a mi vágyainkat, a mi terveinket Isten akarja vezetni, akarja formálni, és ha megértjük Máténak az írását, annak a gondolkodásmódját, szándékait, akkor nagy segítséget kaphatunk arra vonatkozóan, hogy Isten hogyan tud bennünket is vezetni, és nekünk mit kell tenni ahhoz, hogy alkalmasak legyünk arra, hogy bennünket is tudjon Isten vezetni. Erről lesz a mai égehirdetésben szó, hogy hogyan tudunk még jobban az Isten vezetésére figyelni, illetve szeretném, hogyha az evangélium első olvasóival együtt ma mindannyiunkat Isten egy kicsit megerősítene abban, hogy higgyünk az ő egyszülött fiában. Isten ma meg akar erősíteni az ő egyszülött fiába vetett hitben, hogy Jézus Krisztus, aki annak idején megszületett Betlehembe, akivel a családja utána elmenekült Egyiptomba, aztán utána pedig Názáretbe, Izrael északi részére mentek, hogy ez mind-mind az Isten egyszülött fiáról szól, ez valóban ő volt a megígért Messiás, valóban ő az Isten fia, aki emberré lett, és meghalt értünk, és feltámadt értünk. Ebben a hitben meg kell erősödnünk, hogy ez nem csak egy történet, hanem Jézus Krisztus valóban az Isten egyszülött fia, és tulajdonképpen Máté
ezzel a szándékkal ír le minden bizonyítékot, ami itt ebben a szakaszban is van. Hogyha vannak kétségek afelett, hogy ez nem csupán egy történet, hanem ez igaz és valóság, és mindaz, amit a Szentírás itt leír, az megtörtént, Isten azt szeretne megerősíteni, hogy ez valóban igaz, minden, ami ide le van írva. Mert pontosan tudom, hogy vannak olyan emberek közöttünk ma, itt, akik úgy gondolkodnak erről, hogy hát ez vagy így történt, vagy nem így történt. Lehet, hogy nem vonja kétségbe Jézus Krisztust, meg hisz az Istenben, de nem véletlen irattak meg ezek a bizonyítékok, hanem azért, hogy elhiggyük, hogy évszázadokon keresztül Isten igazgatta az emberek gondolkodását elsősorban. A bölcsek, amikor látták a csillagot, látták az égi jeleket, elkezdtek készülődni, és a 16. vers tanúsága szerint, ugye amikor leírja, hogy Heródes megölt minden két éves vagy annál fiatalabb gyermeket, fölvetődhet bennünk a gondolat, hogy hát miért pont két éves? Miért nem az újszülötteket ölette csak meg? Miért volt erre szükség? És ugye azt olvassuk itt a 13. versben, hogy a bölcsek beszéde szerint, amit a bölcsektől megtudott, azért minden két éves vagy annál fiatalabb gyermeket öletett meg. Mert két évvel korábban látták meg először az égi jeleket. És Heródes biztosra akart menni. Mert nem tudhatta, hogy amikor a bölcsek meglátták az égi jeleket, akkor született meg a Messiás, a zsidók királya, vagy akkor, amikor odaértek. Ezt mi tudjuk, mert olvastuk az evangéliumban, de Heródes nem tudta, és ezért, hogy biztosra menjen, minden két éves vagy annál fiatalabb gyermeket megöletett ott az egész környéken. Szóval két éven keresztül vezeti Isten a bölcseket. Két év telik el attól a pillanattól kezdve, hogy ők meglátják az égi jeleket, ugye ők nem voltak zsidó emberek, nem tartoztak a választott néphez, de ismerték az írásokat. Ismerték a szentírásokat, ismerték a proféciákat, nem annyira, mint mondjuk Heródesnek az emberei, de hittek, és hittek Isten vezetésében. És tudták, hogyha valami égi jelet látnak, annak nagy jelentősége van, összekapcsolták a kijelentésekkel, a proféciákkal, és ez a hit vezetett oda, hogy aztán elkezdjenek tervezni, elkezdjenek készülődni, és egy két évig tartó vándorútba kezdjenek, két év az előkészületekkel együtt, de hát ez egy óriási hitet feltételez. Isten pogány embereket vezet, hogy szolgáljanak az ő egyszülött fiának. Már önmagában ez is egy bizonyító erejű, ezért írja le Máté ennyire részletesen, hogy tudjuk, hogy mennyi ideig tartott nekik a készülődés és az út, hogyan jutottak el, nem volt egyértelmű, először ugye Jeruzsálembe mentek, hogy tudakozzanak, és akkor utána vált számukra egyértelmű a csillagnak az útja, amikor már nagyjából tudták, hogy merre kell pontosan menni, és hát azt olvassuk, hogy ez a csillag megállt a hely fölött, és ők igen elcsodálkoztak. A 10. vers, amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Még nem történt semmi, de már igen nagy volt az örömük. Mert testvérek, egy csodálatos dolog az, amikor mi hittel figyelünk az Istennek a vezetésére, hittel tesszük azt, amit az Isten kér tőlünk, és aztán meglátjuk, hogy ennek volt értelme. Mert a sátán megpróbál bennünket rávenni nagyon sokszor, hogy kételkedjünk abban, amit egyszer fölismertünk, amit elindultunk, hogy kételkedjünk, mert jönnek a nehézségek, jönnek a problémák az út során, mert Isten nem mond el mindent lépésről lépésre, hogy hogyan tegyél. Isten vezetni akar téged, azt akarja, hogy eljussál addig a bizonyosságig hitben, hogy bízhatunk az Isten egyszülött fiában, az Úr Jézus Krisztusban, mert ha nem bízunk benne, akkor honnan tudjuk, hogy örök életünk van?
minden hit próba, minden hit kérdés, minden bizonyítás, ami a Szentírásban van, az végül ezért a célért van, hogy bízzál az Istenben, tapasztald meg az életed során, hogy bízhatsz az Istenben, és hogyha valamit ő vezet, valamit megmond, az valóban úgy lesz, hogyha hűséges vagy, és ezért tudhatjuk a sok-sok megvalósult vezetés által, hogy igen, nekem örök életem van. Hogyha én meghalok, utána föltámadok. A Jézus Krisztusba vetett hit által. Itt ebben az életben megerősödök, hogy Isten vezet, és soha nem hagy cserben, akkor az én halálomban sem fog cserben hagyni. Ez a célja. És az az öröm, amikor meglátjuk egy-egy vezetésnek a megvalósulását. Mert a bölcsek úgy mentek be Heródes palotájába, hogy hát nem tudjuk pontosan, hogy hol van. Hol kell megszületni a zsidó királyának, kérdezik. És aztán kutakodnak napokon keresztül, és akkor megtalálja valamelyik írástudó, hogy hát úgy tudjuk, hogy Betlehembe. És akkor elindulnak. Szóval nem volt egyértelmű a bölcseknek az útja, az egyértelmű volt, hogy mi fog történni, hogy oda fognak érni, és ezért igen nagy volt az örömük. Még be sem mentek, még nem látták az Isten fiát. És amikor bementek, hát nem tudhatták, hogy kicsoda ő. Nem volt semmi bizonyíték a csillagon és a hitükön kívül, hogy 2 éves készület és út után egy egyértelmű helyre vezeti őket Isten. Testvérek, volt-e már olyan, hogy Isten vezetett bennünket, és 2 éven keresztül csak csináltuk, amit ő kért, és nem voltunk benne biztosak, hogy megéri, hogy megkapjuk a jutalmunkat, hogy öröm lesz a vége, hogy bizonyosság lesz a vége. Sokszor Isten megpróbál bennünket az út közben, mert nem mond el minden nehézséget, minden próbát, mindent lépésről lépésre. De csodálatos dolog az, amikor visszaigazolódik a hitünk. Azért, mert figyelünk Isten vezetésére, és egyszer csak megérkezünk. És azok a proféciák, amiket Máté itt felsorol, azok mind ilyenek. Évszázadokkal korábban Isten mond valamit, és egyszer csak beteljesedik. És nem angyali kíséretben, hanem eltelnek évek, néha évtizedek, és utólag jön rá az ember, hogy ó, tényleg, Isten megmondta és megtörtént. Hűségesek maradtunk, és célba értünk. És ezt a tanulságot érdemes megjegyezni ebből a 15. versben, amikor azt mondja Máté, vagy azt írja Máté, hogy ott volt Heródes haláláig Egyiptomban a család, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által, Egyiptomból hívtam el fiamat. Ezt a Hóseás könyve 11. részében, az első versben olvashatjuk. Így hangzik az eredeti szöveg magyar fordítása. Még gyermek volt Izrael, mikor megszerettem, Egyiptomból hívtam ki fiamat. Még gyermek volt Izrael, mikor megszerettem, Egyiptomból hívtam ki fiamat. Kiről szól ez a profécia? Izrael népéről. Izrael népéről, akit ugye Egyiptomból hívott el az egyiptomi fogság után, és vezette Isten az ő népét az ígéret földjére. És így első gondolatra azt mondhatnánk, hogy hát ez nem is Jézus Krisztusról szól. Amit évszázadokkal korábban megfogalmaz az Isten. De egy kicsit képzeljük bele magunkat az első század zsidóságának a helyébe. Sokan nem tudják, hogy a Szentírásnak nem része a számozás. Az igevers számozásai, az nem, amikor Máté leírta ezeket a sorokat, vagy Hóseás leírta az ő proféciáját, akkor nem számozta be, hogy na, ez lesz a 11. rész, és akkor innen kezdődik az első vers és a második. Ez egy nagyon új találmány, történelmi léptékbe mérve, azért, hogy könnyen segítsen nekünk igazolni, visszaolvasni ezeket a proféciákat. Abban az időben
Az első keresztények idejében erre esélyük sem volt az embereknek, hogy leellenőrizzék, hogy amikor Máté leírja ezt a sort, hogy Egyiptomból hívtam el fiamat, ez a profécia, akkor a legtöbben, akik ezt olvasták, azt se tudták, hogy hol van megírva. De az igét ismerték. Ezt az igét kívülről tudták. Szívből tudták. Mint mi azokat az igeverseket, amiket gyermekkorban a Biblia körben megtanultunk, és egy egész életen keresztül elkísérnek bennünket, és amikor van egy nehéz pillanat az életünkben, és Isten szent lelke eszünkbe juttatja azt az igeverset, és akkor jövünk rá, hogy mit kell tenni. És Isten így az ő igéjén keresztül tud bennünket vezetni. Hát pontosan ez történt. Mert nagyon ritkán hívja proféciában az ő népét Isten az ő fiának. Nyilvánvaló Hóseás, mikor leírta azt a proféciát, ő még nem tudta, hogy ez Jézus Krisztusra fog vonatkozni. Ő ezt Izrael vonatkozásában írja le. És ezt mindenki tudta, ezzel bátorították egymást Izrael leszármazottai, a zsidó emberek, hogy ezekkel az igékkel, ezt minden zsidó férfi kívülről tudta ezt az igét, nem tudták pontosan, hogy hol van megírva, talán azt tudták, hogy Hóseás írta le, de az biztos, hogy ott volt a gondolatukban, és kívülről mondták, mert erre tanította őket az apjuk és az anyjuk, és erre tanította őket Mózestől kezdve mindenki, hogy kívülről kell tudni az Isten igéjét. Tanuld meg! És amikor ezek az emberek meghallották, vagy olvasták Máténak ezt a kijelentését, hogy Egyiptomból hívtam el fiamat, akkor úgy, ahogy mi egy nagyon jól ismert igeverset, vagy akár egyébként egy énekszöveget kívülről, szívből tudunk, és ott hangzik a fülünkbe, ez történt ezekkel az emberekkel. Hogy tényleg, egyszer Isten megírta, hogy Egyiptomból hívtam ki fiamat. Tudom, hogy úgy van ennek a szövege, hogy még gyermek volt Izrael, mikor megszerettem, Egyiptomból hívtam ki fiamat, de hát máskor nem nagyon szokta Isten fiának hívni Izraelt, úgyhogy ez nem csak Izrael népére vonatkozik, hanem valóban Jézus Krisztusra is vonatkozik. Mert olvasunk olyan proféciát, hogy Betlehembe kell megszületni, olvasunk olyan proféciát, majd mindjárt, hogy Názáretinek fogják nevezni, és Egyiptomból hívtam ki fiamat, és mindegyik igaz lett Jézus Krisztusra. És ez csak az értette meg, és csak annak volt ez bizonyító erejű, aki ezt az igét kívülről tudta. Majdnem minden hithű zsidó férfi abban az időben. Ismerték ezt az igét, hiszen ezzel bátorították egymást, hogy Isten már nagyon sokszor megsegített bennünket, nagyon sokszor megsegítette a népet. Egyiptomból hívtak ki, és fiának tekint bennünket. És aztán később jönnek rá, hogy mi úgy leszünk Isten fiai, hogyha hiszünk az ő egyszülött fiában. És így még mélyebb értelmet nyer ez a hóseási profécia. Ezt Hóseás nem gondolta, ezt Isten szent lelke munkája ki az évszázadok során. A következő ilyen profécia, az a 18. versben olvassuk, Jeremiásra hivatkozik Máté. Ugye miután Heródes megölette a 2 éves vagy annál fiatalabb gyermekeket, azon az egész vidéken, akkor ezt írja Máté, hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás, Ráhel síratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Jeremiás könyve 31. rész, 15. verse. Ezt mondja az Úr. Hangos jajgatás hallatszik Rámában, és keserves sírás. Ráhel siratja fiait, nem tud megvigasztalódni, mert nincsenek többé fiai. Ezt mondja az Úr. Hagyd abba a hangos sírást, ne könnyezzenek szemeid, mert meg lesz szenvedése jutalma, így szól az Úr. Visszatérnek fiaid az ellenség földjéről, reménykedhetsz a jövőben, így szól az Úr, mert visszatérnek hazájukba fiaid. Máté nem véletlenül emlékszik erre az igére.
hiszen évszázadokon keresztül ezekkel az igékkel vigasztalták egymás zsidó emberek a fogságban. Hogy igen, sok áldozat van, üldöznek bennünket, írtanak bennünket, de Isten megígérte, hogy helyre fog állítani. És aztán, és ez megtörténik ugye korábban, sokszor megtörténik, de Máté szívében visszhangzik, mert ismerte, kívülről tudta ezeket az igéket. És mivel ismerte és kívülről tudta, számára új jelentést nyert akkor, amikor megtudja azt, hogy Jézus születésekor sok ezer csecsemőt és kisgyermeket ölnek meg Heródes gonoszsága miatt. Újra és újra megtörténik ez, de újra és újra szól a vigasztaló szó, ami ott van, ami ennek az igének a folytatása, amit azért nem ír le Máté, mert mindenki tudja, hiszen évszázadok óta ezekkel a szavakkal vigasztalják egymást, hogy Isten helyreállítja, Isten ad új gyermekeket, visszahozza a fiakat, és helyreáll a nép. És ezáltal ez a borzalom, ez a gyötrelem, ami ott Betlehem környékén, Rámában történik, ez a reménynek az igéje lesz, hogy lesz helyreállás. Ad Isten helyreállást, és Jézus Krisztuson keresztül tette ezt meg. De ez csak az érti, és az értette, aki kívülről tudta ezeket az igéket. Mert csak azt tudta folytatni Máténak az igeversét, amit ő elkezdett. Mert nem egy-egy igeszakaszt tanultak meg, és tudtak kívülről akkoriban a zsidó emberek, azért, mert nem volt a kezükben Biblia. Mert nem volt még könyvnyomtatás, és nem lehetett egyáltalán 39 tekercset az otthonokba tartani, még a zsinagógákban sem volt minden, amit korábban szentírásnak tekintettek, de voltak ilyen nagyon-nagyon fontos szakaszok, amiket kívülről, fejből és szívből tudtak. És Isten egyébként nagyon sokszor erre biztat és bátorít bennünket, hogy tudjuk kívülről, ismerjük kívülről ezeket az igéket, a szentírásnak az igéit, mert azáltal fog tudni nekünk segíteni a Szentlélek Isten, azáltal fog bennünket vezetni nagyon sok élethelyzetben. Mert amikor probléma van, és tudom, hogy Isten tud egyedül segíteni, és akkor kezdem el kinyitni kétségbe esve a Bibliát, sokan így teszik, hogy Uram, most segíts, és elolvas valamit, és ott valami érthetetlen, értelmetlen dolog van. Mert Isten nem csak egy könyvbe akarja írni az ő igéjét, hanem a te szívedbe és a te gondolataidba. Ahhoz viszont az kell, hogy kívülről tudjad. Még csak nem is pusztán az, hogy minden nap olvasd, hanem hogy próbáld meg megjegyezni. És ezt, amíg még kicsinyek a gyermekeink, ezt mondjuk nekik, és segítünk nekik, és bátorítjuk őket, hogy tanulják meg az igéket kívülről, de testvérek, ez a felelősségünk nem múlik el azzal, amikor felnőttek leszünk. Ahhoz, hogy Isten szent lelke tudjon bennünket vezetni, ott kell már, hogy legyen a mi szívünkbe és emlékeinkbe az ő szava, az ő igéje. Én bátorítom a testvéreket, hogyha valaha jön egy olyan ige, ami sokat jelent, lehet, hogy még nem tudjuk, hogy miért, írjuk föl magunknak, tegyük oda az asztalunkra, ragasszuk ki a konyhapultra, hogy főzés közben, jártunkban, keltünk be, ugye azt mondja Isten az ő népének, hogy még az ajtófélfára is írjad föl az Istennek a beszédeid, hogy mindig találkozzál vele, ismételgesd azokat éjjel és nappal magadba, ismerd meg őket, tudjad fejből, tudjad kívülről. Nagyon sokszor tanácsolja ezt a Szentírás, hogy Isten beszéde legyen ott a szívedben, és legyen ott az emlékezetedben. Úgyhogy én erre bátorítom a testvéreket, hogy minden alkalommal, amikor érezzük, hogy ez most egy fontos ige, lehet, hogy még nem tudjuk, hogy miért, de később fontos lesz. Később Isten egy adott élethelyzetben azon az igén keresztül fog bennünket vigasztalni, azon az igén keresztül fog bennünket tanácsolni, azáltal fog vezetni. Ez nagyon egyszerűnek hangzik, de enélkül Isten nem tud vezetni, ha az ő szava, az ő beszéde nincs ott,
a szívedben, nincs ott az emlékezetedben. És erre egy csodálatos példa, ez az jeremiási profécia, mert itt nem csak ez az igevers a fontos, hanem minden, ami utána jön, mert ott abban van a vigasztalás, ott abban van a bátorítás, ami meg is történik, és minden ember, amikor valami nehézség vagy veszteség éri, erre minden zsidó ember erre az igére gondolt vissza abban az időben, nem véletlen, hogy Máténak eszébe jutott, és ez ismét megtörtént, szó szerint ugyanazon a helyen, az Úr Jézus születésekor, és ez egy újabb visszaigazolást adott neki, de aki nem akar hinni, az kételkedni fog, hogy hát ez nem is arról szól. Ez Izrael népéről szól, nem Jézus Krisztusról. De akinek a szívébe a Szentlélek írta ezeket az igéket, neki arról szól, és neki az adja a vezetést, és az adja a vigasztalást. És végül a 23. versben a názáreti kijelentés, mit jelent az? És amikor odaért egy Názáret nevű városba, telepedett le, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondtak, názáretinek fogják őt nevezni. Hát most olvassuk el ezt a két proféciát, az Ézsaiás 11.1-et és a Zakariás 6.12-t, hogy mit is mondanak pontosan a proféták. Ézsaiás 11.1. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Zakariás 6.12. Ezt mond neki, így szól a seregek ura, van egy férfi, akinek sarjadék a neve. Minden sarjadásnak indul kezei alatt, ő felépíti majd az Úr templomát. Jól ismerjük mindkét igét, még mi is, nem csak a zsidó emberek akkoriban, még mi újszövetségi emberek is jól ismerjük, mert mindkét ige messiási profécia. És tudják, hogy hangzott annak idején az, hogy sarjadék? Názáreti. Szóval, amikor a messiási proféciát olvasták, akkor ez nem egy helynek a neve volt az eredeti proféciában, hanem az, hogy erről a hajtástról, erről a sarjadékról fakad majd akinek a kezei alatt minden sarjadásnak, vagyis életnek, növekedésnek indul, és ő felépíti majd az Úr templomát. És ugye az Úr Jézus visszahivatkozik arra, hogy a saját testében építi föl az Istennek a templomát, ahol az Istennek az örökkévaló áldozatot fölhozza. Messiási profécia, két messiási profécia egy szót mond, ami nem egy helyre vonatkozott, még akkor, vagy legalábbis sokáig nem értették meg, és Máté hívja föl az embereknek a figyelmét, hogy na ezért nevezik őt názáretinek, mert ő a messiás, ő az, akinek a kezei között minden sarjadásnak indul, és egyébként még szó szerint azon a helyen született, amit Isten a messiás jellemzőjének hív. Szóval átvitt értelembe, és szó szerint is, megvalósul a profécia. És ezért van az, hogy később van egy olyan pillanat, amikor megkérdezik egymást az emberek, mikor már arról beszélgetnek, hogy Jézus-e a messiás, vagy nem. Van egy olyan kérdés, ami benne van a Szentírásban, hogy származhat-e bármi jó Názáretből. És én sokáig nem értettem, hogy miért, hát Názáretinek kell nevezni a messiást. És nem, az akkori emberek ezt még nem értették, hogy ez a profécia mindkét értelemben meg fog valósulni, mert ők arra gondoltak, hogy názáreti vagyis sarjadék. Pedig ez annak a helynek is a neve volt. Isten nagyon-nagyon sok ilyen igével erősítette és bátorította az első századnak a hívőit, és Máté ezeket nem Biblia tanulmányozás közben írja le ezeket az igéket, hanem azért, mert mindezt kívülről tudta. És nem csak ő, hanem az összes vele egykorú zsidó férfi.
Ezek azok az igék, amiket fölnőttek, ezek azok az igék, amiket Isten az ő szívükbe írt, és a gondolataikba írt, és olyan sokszor bátorította, olyan sokszor vigasztalta őket ezeken az igéken keresztül. Évszázadokon keresztül ezeket az igéket mondogatták, hogy eljön majd a Messiás, megsegít bennünket. Ugye, hát még egy mondásunk is van, hogy várják, mint zsidók a Messiást. Pont ezért. És csak az ismerte föl, akinek a Szentlélek eszébe juttatta ezeket az igéket, hogy valóban Jézus Krisztus az Isten egyszülött fia. Ha szeretnéd, ha kívánod, kedves testvérem, hogy Isten tudjon téged vezetni, akkor ismerd az ő igéjét. Ne csak olvasd, ne csak hidd el, hogy ez igaz, hanem ismerd meg, írja a Szentlélek a te szívedbe, a te gondolataidba, az emlékezetedbe minden fontos szavát, ami rád vonatkozik, és fog tudni majd téged vezetni. Amen.